Az én könyvem Holly Black-től a Kegyetlen Herceg, mert számomra ez egy nagyon meghatározó könyvsorozat egyike. Maga az írónő egyébként az olvasót a fantasy világába kalózolja el, és egy olyan világot mutat be, ami tele van varázslattal és tündérekkel. És számomra ez nagyon érdekes is volt, mert nem egy olyan aranyos, kedves világot mutat be, amit egy tündérmesében megszokhatunk. Helyette egy kifejezetten zord és kemény világot mutat be. A könyv tartalmaz egy minimális szerelmi szálat, és számomra ez egy pozitívum, hogy többi romantikus könyvvel ellentétben háttérbe szorítja ezt a szálat. A főszereplő nekem kifejezetten a kedvencem, hiszen nagyon szimpatikus a harcias és szókimondó jelleme, és az írónő fogalmazásával néha olyan érzés keltett bennem, hogy teljes mértékben tudok azonosulni a karakterrel is. A könyv elején egy nagyon kegyetlenként lehetett megismerni őt, és én nagyon szerettem is az ő karakterfejlődését, mert ahogyan egyre jobban haladtam a történettel, és egy jobban megnyílt a főszereplő felé is, jobban pozitívabbá vált a természete. A főszereplőnőnek a vágyairól, tehát hogy az álmairól szól főképpen, hogy ő nő létére szeretne lovag lenni. És igazából az útját meséli el az első könyvben, hogy miképpen is akarja ezt megszerezni, és későbbiekben fonódik össze a sorsa a herceggel. Főképpen olyanoknak tudom ajánlani, akik nagyon szeretik a fantasy könyveket, ugye, és akik esetleg minimálisan keresnek könyvben romantikus szállat.